Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom, hogy hogyan lehet használni egy Audacity nevű programot arra, hogy a hangfelvételt tökéletesen beállítsuk. És utána azt később feltöltsük a YouTube-ra egy kép kíséretében. Ez a program, amit úgy hívnak, hogy Audacity angolul, egy ingyenes program, és nagyon könnyen használható, és meg lehet vele erősíteni a hangfelvételt, amit készítünk a telefonnal, vagy bármilyen hangfelvevővel, és szépen be lehet állítani. Ki lehet szűrni a zajt belőle, és egy teljesen tökéletes hangfelvételt lehet készíteni, amit később fel tudunk tölteni a YouTube-ra. Először is a böngészőben beírjuk azt a nevet, hogy Audacity, így, és kiadja a szövegét a honlapot. Egy teljesen ingyenes program, nagyon jó, nagyon profi szerintem. És itt van a lehetőség a letöltésre. Nyilván aki Windows-ot használ, az a Windows-ra kattint, és itt van az Audacity Installer 233. Erre kattintunk. És itt van az első, Audacity Windows Installer. Rákattintunk, és már is le tudjuk tölteni a Downloads folderbe, vagy bárhova a számítógépünkre. Én most leveszem, letöltöm, de egyébként én Linuxot használok, nem Windowsot. Tehát ezt majd el fogom én törölni. Azok számára, akik Linuxot használnak, picivel másabb a megoldás. Mutatom azt is egyúttal. Egyszerűen csak ugye beírjuk a Google-be, hogy Audacity sudo install, és megmutatja, hogy hogyan lehet ezt a programot felinstalálni a Linux operációs rendszer alá, Ubuntu-ra vagy Linux Mint-re. Egyébként egyszerű, ezt az egyszerű parancsot kell futtatni terminálban. Ezt én kimásolom, Ctrl-C, és akkor Ctrl-C, és Ctrl-Alt-T-vel megnyitom a terminált. És nem Ctrl-V-vel illesztem be, hanem Ctrl-Shift-V-vel. Beillesztem, és már is installálom, kéri a passwordot, beütöm a passwordot, és már is felinstaláltam. Nekem korábban fel volt installálva, ezért nem installáltam újból fel, megvan nekem már a számítógépen a program. A Windowsnál meg, mint mondtam, le kell tölteni azt a fájlt, és futtatni kell. Itt van ugye Audacity Win 2.3.3.exe, és innét fel lehet telepíteni. Nos, miután feltelepítettük ezt a programot, még van két fontos dolog, amit fontos feltelepíteni a program mellé. Az első egy olyan, mondjam azt, tartozék, amit úgy hívnak, hogy ACX Check. Beírtam a Google-be, hogy ACX Check plugin, Audacity Download. És rákattintottam erre, és előjött nekem ez az oldal, és itt lefele görgetve megtalálom azt, hogy ACX Check Download. És letöltöm ezt is. acxcheck.ny. Utána meg a következő egy másik tartozék, másik kellék, amit úgy hívnak, hogy RMS Normalize. RMS Normalize Plugin Download. Ami, tehát erre rákattintok, és ez elvisz engemet erre az oldalra, és itt görgetek lefele, azt mondja, hogy itt van a letöltés. De azt mondja, hogy a legújabb verzió itt található. Rákattintok, és itt mutatja ugye, hogy old version és latest version,
Én az új verzióra kattintok. És letöltöm az rmsnormalize.ni plugint is. Save. Miután le van töltve, én ezt a két plugint, ezt a két tartozékot be kell másoljam az Audacity könyvtárába. Windows alatt a Program Files x86-nál található az Audacity, Linuxnál meg máshol található, a fájlkezelőt úgy hívják, hogy Nautilus, jól emlékszem, és terminálból kell megnyissam, hogy tudjam másolni ezt a fájlt. Ctrl-T, sudo, Nautilus, és íme meg van nyitva a könyvtár, és a fájlkezelő. Adminisztrációs joggal. És itt Computer, User, Share, és megkeresem az Audacity-t. Itt van, és Plugins. Ide kell bemásoljam azt a két állományt, amit az előbb letöltöttem az internetről. Ezt az RMS és az ACX-et ide szépen bemásolom. Oké. Elvileg fel van telepítve a program a számítógépre, és most nem kell mást tennem, mint megnyitanom a programot. Itt van. Audacity. Ezt le is zárom, ezt a két dolgot. Amikor megnyitom a programot, akkor körülbelül így néz ki. Preferences. Tehát ő azt hiszem, hogy ezt a így fog kinézni. Én később állítottam át ízlésem szerint a sötét témára. Preferences, Interface és Theme. Azt mondja Dark. Oké. Tehát így fog kinézni az Audacity, amikor megnyitom. Most az első dolog az, hogy ráklikkelek a Tools-ra, és Add Remove Plugins. És én itt arra kattintok, hogy New, és nekem meg fogja mutatni az ACX checket, valamint az RMS plugint. Az ACX check, és azt mondom neki, hogy enable. És akkor az RMS normalize. Itt van, ez is enable. És ezeket most aktiválta számomra. Be van téve a programba, bármikor tudom használni őket. Na most akkor meg fogom mutatni, hogy hogyan működik ez a program, hogyan lehet szépen beállítani a hangfelvételt vele, úgyhogy az tiszta legyen, elég hangos, zajmentes. Azt az hangállományt, amit én meg szeretnék javítani vele, azt először is megnyitom az Open-nel, Ctrl-O, és kiválasztom azt a hangállományt, amit letöltöttem a telefonról, vagy bárhonnét betettem a és megnézem, hogy hova. Azt hiszem, nekem a Dropboxban van. Már leveszem azt az állományt, amit meg szeretnék javítani. Megnézem, hogy temp. Igen, a tempben van. Tehát O, tehát Open, Ctrl-O, temp. És itt van ez az állomány. Ezt meg szeretném javítani, megnyitom. És így néz ki a hangfelvétel, amit készítettem. Most, hogy nagyjából tudjátok, hogy miről van szó, elmondom azt, hogy ez a hangsáv, ahhoz, hogy egészséges legyen, ez teljesen fel kell menjen. Tehát ez a hangsáv nagyon vékony. Ez azt jelzi,
hogy halk a felvétel. A legelső dolog, amit csinálok, az az, hogy kijelölöm az egész hangsávot, ide kattintva. Utána ráklikkelek az effects-re, és megkeresem az RMS normalize-ot. Itt van, RMS normalize. És itt beállítom azt, hogy mínusz 16. Mínusz 16. Oké. Most a hangfájl meg van erősítve mínusz 16 decibelre. Csak érdekességképpen mondom el, hogy a hang technikában a hangerőt mínuszban számolják. Ami azt jelenti, hogy a zero az a legerősebb szint. A 0 decibel az a legerősebb szint, és úgy megy mínuszba. Tehát a mínuszból megy, mínusz 60-ból megy fel 0-ig. Tudni kell azt, kedves hallgató, hogy a mínusz 60 alatt kell legyen a zaj. Tehát a zaj nem lehet hangosabb mínusz 60 decibelnél. És mínusz 0 decibel az a... Tehát 0 decibel fölött, ami van, az már torzít, az már túl hangos. Én most visszalépek egyel, hogy mutassam meg, hogy ez a hangfelvétel milyen volt korábban. Edit. Undo RMS Normalize. Visszalépek. Kijelölöm az egész hangfájlt, ugye? És Analyze. ACX check. Meg fogja mutatni nekem ez a plugin, hogy ez a hang mennyire erős. Azt mutatja, hogy az RMS, vagyis az átlag hangerő mínusz 34,6. Tudni kell, hogy a YouTube-on az ilyen podcastok, meg az ilyen különböző rádió felvételek ilyen mínusz 15 és mínusz 18 között vannak. Tehát akkor elég erős a hangfelvétel, hogyha mínusz 15 és mínusz 18 között van. Mínusz 34 az elég alacsony, tehát nagyon halk ez. Az audiobookoknál, az audiokönyveknél ugye úgy van, hogy mínusz 18 és mínusz 23 között kell legyen a hangerő körülbelül. De viszont a podcastoknál, a rádiófelvételeknél mínusz 15 és mínusz 18 között kell ez legyen, ez az RMS. Összesen ez a három érték van, amire figyelni kell. A peak level, ez a csúcs, ugye? A csúcs az, mint mondtam, nem mehet zero fölé, mert zero fölött már torzít. Most nekem ennek a hangfelvételnek a csúcsa mínusz 17,8-on van. Az átlag meg mínusz 34,6-nál. És a zajszint, a noise floor, ugye, mínusz 68. Ez azt jelenti, kedves hallgató, hogy a csúcs az nagyon alacsony. Tehát ez fel kéne menjen szinte zéróig. Tehát mínusz 17-en van. Az RMS meg azt kell legyen körülbelül mínusz 17-nél. Tehát most én be kell állítsam ezt a hangfelvételt úgy, hogy az RMS legyen mínusz 16 nekem. Mínusz 16 az az én beállításom általában. Mint mondtam, mínusz 15 és mínusz 18 között kell legyen a közép értéke. És a csúcsokat be kell állítsam, hogy legyen mínusz 1. Tehát ne menjen bele a zéróba, semmiképp ne menjen zéró fölé, hogy ne torzítson. És a zajszint, mint mondtam korábban is, mínusz 60 alatt kell legyen. És akkor jó a hangfelvétel. Tehát elvileg én, amit kell csinálják ebben a műveletben, az az, hogy megerősítem a hangerőt, felviszem mínusz 16-ra, utána meg a csúcsokat levágom, hogy legyen mínusz 1 alatt, hogy ne torzítson. Utána meg azt fogom csinálni, hogy a zajt kiszűröm, leviszem én mínusz 60 alá, és akkor már is készen van a hangfelvétel, a jó hangfelvétel. Oké. Kapcsolom, és akkor ugye kijelöltem. Ha ide kattintok a mouse-szal, akkor ki van jelölve, vagy pedig Ctrl-A, azzal is kijelöli az egészet. Effects, Plugins, RMS Normalize, és minusz 16. És ezzel nekem már is beállította a hangerő tökéletesre.
Viszont, amint látjuk, itten ugye bizonyos csúcsok felmentek zéró fölé. Hogyha kijelölöm ezt a részt így a mouse-szal, és megnézem az ACX check-kel, azt fogom látni, hogy ugye a csúcsok felmentek zéró fölé, tehát a csúcs nekem 0,7-en van, tehát felment 0 fölé, és ott nekem azt torzítani fog. Tehát a következő lépés az, hogy, és a zaj ugye az felment mínusz 48-ra. A következő lépés nekem az, hogy a csúcsokat levágom. Kijelölöm újból, ide kattintok, vagy pedig Ctrl-A, Effects, Plugins és Limiter. Itt kiválasztom a Soft Limitet, és ezt beállítom mínusz 1-re. Többit meg úgy hagyom. Oké. És ez most nekem szépen le fogja vágni a csúcsokat. Semmi nem fog zéró fölé menni, és nem fog torzítani a hangfelvétel. Közben ezt a hangsávot lehet nagyítani a plusszal, ugye? És lehet csökkenteni a minusszal. Vagy pedig Ctrl és a mouse-szal görgetek fel, illetve le. Vagy pedig a Ctrl F, ugye Ctrl Full beteszi a képernyőre teljesen a hangfelvételt. Tehát amit csináltam mostanig az, hogy megerősítettem ezt a hangfelvételt, tökéletes hangereje van, az ő világosságával. Amennyiben megtesz, tehát megvan erősítve a hangfelvétel, a csúcsok le vannak vágva, ugye, mínusz 1-re, tehát nem fog torzítani, de viszont még mindig van zaj a felvételben. És a következő lépés az, hogy kiszűrjem a zajt belőle. Ehhez azt kell csináljam, kedves hallgató, hogy keresek egy olyan részt a hangfelvételben, ahol csak zaj van. Csak zaj van. És látom, hogy itten ugye például itt csak talán zaj van. Control scroll és nagyítom. Látjátok, ez itten csak zaj. És ezt én most ki fogom venni. Tehát kijelölök egy zajrészt, ahol csak zaj van. Effects, Noise Reduction, zaj, ugye, hárítás. És arra klikkelek, hogy Get Noise Profile. Ő ebből meg fogja tanulni, hogy mi a zaj az én felvételemben. Most ki fogom jelölni a teljes felvételt. Effects, Noise Reduction. És oké. Okay. Ezek az alapbeállítások szerintem nagyon jók, azt lehet használni. Ezzel most leveszem a zajt a felvételből is. Meg fogjátok látni, hogy itten ki fog simulni az üres részt. Tehát a zaj le van véve. Az ACX check-kel, hogyha megnézem, akkor azt fogom látni, hogy a zaj mínusz 64, tehát mínusz 60 alatt van, ez tökéletes. Ugye nincsen gond a zajjal. Tehát amit csináltam, most Ctrl-F, ugye, beteszem a teljes képernyőre, amit csináltam, az nem más, mint először a hangfelvételt megerősítettem az RMS-sel, utána levágtam a csúcsokat, és a zajt kivettem, és lett egy szinte, úgymond, tökéletes hangfelvétel, amit fel lehet tölteni YouTube-ra, és ami hallgatható. Kedves hallgató, meg fogod ismerni az igazságot. Egészen pontosan nevezzük meg dolgokat. Tehát meg van csinálva a hangfelvétel, be van állítva. Itt látom, hogy az a végén talán sok a szünet. Megnövelem. Ugye? Ki tudok én ebből vágni. Tehát Ctrl-scroll-a lehet csökkenteni, növelni. Például azt, hogy kijelöltem, és delete, levágom. Ezt elejére viszem. Ott is, hogyha sok a zaj, vagy sok az üres rész, kijelölöm, és levágom. Mostanig több elmélkedésben, videóban, hangfelvételben is. Ennyi. Tehát három lépésben meg van tisztítva a hangfelvétel. Nyilván azt is lehet csinálni ezzel a programmal, hogy a nem tetsző részeket kivágom. Ha valamit valahol hibáztam, azt én nyugodtan ki tudom vágni. De tegyük fel én ezt a valamit, itt nem tudom mi az, ki akarom vágni. Egy ilyen kis zajszint, ugye? Tegyük, megnézem mi az. Egy ilyen száj csettint is. Tehát kijelölöm így, és kivágom azt a részt, és nem lesz benne embereket.
És Ctrl F. Tehát nekem most be van állítva a hangfelvételem, megfelelő hangerőre, nincsenek torzítások benne, és a zaj is le van véve, le van szűrve. Ezt lecsökkentem, és most mutatok egy másik dolgot, hogy hogyan lehet betenni egy zenei aláfestést a hang mellé. Egyszerű dolog, a Home billentyűvel a felvétel elejére ugrok, ugye a kurzort ide viszem a felvételnek az elejére, tehát egész ide, ugye, így, Ctrl F, és be fogom húzni ebbe a programba azt a hang, azt a zeneszámot, amit beszeretnék tenni ebbe a hangfelvételbe. Ctrl O, Music, és kiválasztom, tegyük fel ezt. Oké. Okay. És most be fogja tenni ezt a zeneszámot ebbe a hangfelvételbe, az a be fogja tenni alája. Hát nem látom. Hova tette be? A Ctrl Z-val visszalépek, valamit rosszul csináltam. Értem. Tehát ő betette egy újabb ablakba. Lezárom, másképp csinálom. Egyszerűen megvan nyitva, ugye, tehát megvan ez a hang már javítva, és a zene könyvtárból én behúzom ide azt, amit be szeretnék tenni. Ráhúzom a hangfelvételre. És betölti a programba ezt a zeneszámot. Látjátok, hogy ez a felső a hangfelvétel, az alsó meg a zeneszám. Látjuk jól, hogy a zene sokkal több, mint az audio, a hangfelvétel. Ezért azt fogom csinálni, hogy itt ezen a ponton én megnagyítom, ugye, így, és azt mondom, hogy innét le fogom ezt vágni. Ki fogom szépen jelölni, így, végéig. És megnyomom a delete gombot, a törlés gombot, és le van törölve az a rész, ami nekem nem kell a hangfelvételbe. Ctrl F, és látjátok most már, hogy az audio, a hang meg a zene azonos arányban van jelen. Viszont ami még probléma az, hogy a zene is eléggé hangos. Tehát most azt kell csináljam, hogy a zenét le kell halkítsam, hogy ne zavarja, tehát ne zavarjon be a hangfelvételbe, hanem legyen egy kellemes háttérzene. Kijelölöm a zenét. Effects. Amplify. Vagy azt is csinálhatom, hogy rámegyek a RMS Normalize-ra. És itten azt adom meg neki, hogy tegyük fel minusz 40, legyen halkabb, mint a, vagy minusz 36. Oké. Lehet túl halk lesz. Kezdtek már figyelni, rád figyelnek, és feltűnik nekik, hogy benned bölcsesség van. Nem akármilyen bölcsesség. Nem könyvből tanult bölcsesség. Tehát most nagyjából ugye jó a hangfelvétel és a zene aránya, tehát nem túl hangos a zene, hanem épp egy ilyen zenei aláfestés. Proféta, annyira fontosnak tartotta erről beszélni, ezt a témát annyira fontosnak tartotta, hogy még odáig is elment, hogy kijelentse.
Legfeljebb picit még lehet hangosítani rajta. Effekt, ugye kijelöltem. Effekt, Amplify, és adok rá, tehát a zérótól számítom, ugye? Adok rá, fel 3 decibelt. És akkor hangosabb lesz a zene. Egészen pontosan nevezzük meg dolgokat. Ha te meg fogod ismerni, hogy ennyi. Elvileg nekem most már meg van csinálva, meg van javítva ez a hangfelvétel. Tettem egy zenét, és most nem kell más tennem, mint kiexportálni MP3-ba, és akkor megvan az a hangállomány, amit fel tudok tölteni a YouTube-ra egy kép kíséretében. File, export, és mint MP3. Itt meg az average-et választom, 160 kilobit per szekundum, adok neki egy nevet, tegyük fel azt, hogy... Tehát először megadom, hogy hova fogom exportálni. Audio. Adok neki egy nevet. Az, hogy elmélkedés. A vallásról. És akkor ezt most én szépen kiexportálom ebbe a könyvtárba, az audio könyvtárba. Average. 160 kilobit per szekundum, és save. Oké. Okay. Pillanat. Export. Average. Lehet monóban is. Vagy pedig szerintem jobb monóban, mert akkor... akkor egybe teszi a kettőt, és nem lesz az, hogy egyik diffuszorban fog menni a zene, és a másikban a hangfelvétel. Ide beírom azt, hogy elmélkedés. És az audio könyvtárba kiexportálom. Oké. Okay. Oké. Okay. És már exportálja is. És akkor itt van nekem a felvételem az audio könyvtárban, mert éppen most csináltam elmékedés, 10 meg a csupán. Mostanig több, hogy nekem most csökkennem kell, nekem most alább kell szánom, hogy ő felemelkedjen. Rájöttek arra, hogy a... Ennyire egyszerű. Most akkor a böngészőbe beírom azt, hogy hogy tunes to tube. tunes.tube.com. Ez a legegyszerűbb módja annak, hogy feltegyek egy MP3 fájlt, vagy pedig egy audio felvételt a YouTube-ra. Itt ebbe be kell loginolni, akinek van Google fiókja. Az ugye beloginol az ő YouTube-a vagy Google fiókjával, és utána arra klikkel, hogy tehát megadja a címet. Elmélkedés. Leíráshoz beírom az www.kiáltószó.hu. Beírom az, hogy tehát ami kulcs szavak, ugye, amiről meg tudják majd találni a YouTube-on ezt a felvételt. Elmélkedés, vesző, vallás, vesző, tudom én, Krisztus, vesző, keresztény. Oké. Okay. Most akkor upload files, és fel fogom tölteni az audio fájlt, amit éppen most csináltam, elmélkedés. Open. És fel fogok tölteni egy képet is, ami lesz a háttérben a YouTube-on. Pictures.
Például azt a képet feltöltöm. Oké. Lejjebb görgetek. Itten ki tudom választani azt, hogy hogyan nézzen ki a YouTube-on a videó. Én azt választom, hogy fehér szöveg és a kép, amit feltöltöttem. Ez a karakter. Szego. Bold. Méret. Választom a maximumot. Hol helyezzel a címet? Vertical, centered. És azt mondom, hogy create background image. És akkor már is megcsinálja a képet. Itt van a kép. Opa. Nagyon picike a betű rajta, mert a kép túlságosan nagy. De hogyha én ezt letörlöm, a képet, a másikot is, és teszek egy kisebb képet, kisebb felbontású képet, upload files, most miután megcsinálta a képet, letörlöm azt, amit feltöltöttem. Hogy maradjon csupán az, amit ő csinált, a címmel, meg az MP3 file. Utána meg elmékedés kiállt a Zoe, text. Itt azt mondom, hogy live ugye neki. És akkor feltöltöm a YouTube-ra. Egyből tölt is fel a YouTube-ra. Én most privátra teszem, mert nem akarom, hogy ezt mindenki lássa. De feltöltöm a YouTube-ra, és már is megvan a videó a YouTube-on. Perceken belül megvan a videó a YouTube-on. Egy képpel és egy MP3 fájllal. Megvan szépen szerkesztve. Ez a legegyszerűbb módja annak, hogy egy hangfelvételt feltöltsünk a YouTube-ra. Most akkor meg is nézem a YouTube-on, hogy mit cselekedtem. YouTube.com. Ugye itt a szabad gondolat. És itt van az újonnan feltöltött videó. Így néz ki. Mostanig több elmékedésben valami jó az életből, valami finomság. Ennyire egyszerű egy hangfelvételt feltölteni a YouTube-ra. Tehát elkészítem a telefonnal a hangfelvételt, felteszem a számítógépre. Ebben a programban szépen beállítom, megerősítem, levágom a csúcsokat, a zajt kiszűröm, utána teszek egy zenét, azt lehalkítom, kiexportálom. Megvan az új hangfelvétel, ugye? Hol vagy? És azt evel a, itt van a hangfelvétel, és azt evel a programmal, és evel a szájtal, Tunes YouTube, feltöltöm a YouTube-ra. Hozzáadom a hangot, hozzáadom a képet, beállítom a címet, leírást, kulcsszavakat. Itt beállítom azt, hogy fehér betű és feltöltött kép, ugye, hogy ő szerkessze meg nekem a háttérképet. Kiválasztom a boldot, ezt felteszem maximumra. 100 pixeles betű. Itt meg center, és utána erre kattintok. Megcsinálja a háttérképet, és utána egyszerűen csak kiválasztom azt, hogy live és feltöltés, és már is megvan a videó. Ennyire egyszerű videót feltenni a YouTube-ra, hangfelvételből. Akinek van kérdése, nyugodtan kérdezzen, és amiben tudok, segítek szívesen.
főképp, hogyha olyan tartalmakat akar készíteni, ami építő, ami segíthet másoknak. Isten áldjon, sziasztok!